Na csó, jó reggelt mindenkinek! Ma 7 órakor keltem, mert lejárt a a diákom, és be kellett menni a suliba, meghosszabbítani vagy mi. De gyorsan elvégezték dolgukat, és így jöhettem haza. Aztán. Meg majd lassan készülök, mert megyek ugye dolgozni. Addig én iszok egy fröccsöt, és képzeljétek el, hogy nélkületek reggeliztem 7 órakor, és kávét is ittam már. Szóval, a legnagyobb hírem mi? Életre kelt a vibrátor, érdekel. Kajakra. Az volt a baj, hogy nem volt benne normális elem. Kibaszott jó, izé. Úristen. Ilyen még nem volt, ilyet nem csinált. Így, mozog. De, úgyhogy, tapsoljunk. Életre kelt, nem lesz temetés, elmarad. Hála a jó Istennek. Megsegítette a jó Isten. Jaj. A másik dolog, a levél, ugye behányom, meg a vizé. Hát a levelet azt nem olvasom föl, meg nem olvasom föl, mert megkértek rá, hogy légy szíves, ezt a levelet ne olvas föl a videóba. Oké, okay. Tiszteletbe tartom másnak kérését, ezért nem olvasom föl. A rajz. Hát a rajzot azt igazából megmutathatnám, de az egy egyszerű rajz, inkább elmondom, viccesebb, hogy elmondom, én vagyok lerajzolva. Annyit megsorolok, hogy kicsi gyerekről van szó, tehát kicsi rajongó. Cuki rajzol egyébként. Na, a másik dolog, nem tudom megmutatni. Vagy lehet, hogy megtudnám. Na, lehet, hogy megtudom. Várjatok. Gyertek velem. Gyertek velem. Besötétítünk. Jól be lesz sötétítve. Jaj, egyébként itt van a kiskutya. Éppen el van. Jó, be lesz sötétítve. Be lesz sötétítve. Ha minden igaz, most már jó sötét van, mármint mindjárt bemegyünk, és akkor jó sötét lesz. És akkor mutatok nektek valamit. De durva. Ez egy kicsit fényt. Engedélyben még nem látjátok, hogy mi újság, miről van szó. Szóval, ez egy cipő. Ez egy világított cipő. Mármint, hogy a cipő az enyém, de a cipő füző az ajándék volt. Hú, de jó, figyeljétek! Ez most már villog. Most már ez is. Három funkció van benne. Nagyon állati. Jó, de jó. Kibaszott jó. Na hát, ez az a cipő. Ami csak nekem lehet, he-he-he. Na! Aztán... Most visszarakjuk a helyre. Szépen, de mindennek. Hoppá, mindennek megvan a maga helye. Aztán... Visszahúzzuk a redőnyt. Ennyire. Ott a kutya, igaz, hogy nem kéne, hogy ott legyen, de most ott lehet, drágám, igaz, nincsen semmi baj. Hát most ez egy ilyen konyha videós, kutyás minden videó lesz. Igazából konyha videó nem lesz, mert nem most keltem, tehát már elmaradt a reggeli poénos reggelem, tehát már csak ilyen
Normális kiskutya lehet a videóba. Indegesél nekik. Igen, indegesél a rajongóidnak. Szeretnek téged. Igaz, aranyfejű. Aranyfejű, aranylábú, aranyhátú. Na, visszatérve a videómhoz. Itt vagyok újra, veletek a konyhába. Remélem, jól látok. Ha meg nem, akkor ez van. Na, így tökéletes. Mit akartam mondani? Én igazából semmi különöset akartam. Jó, ki vagyok. A másik az, hogy van nekem egy ilyen, ezt a gyertyát fogjuk meggyújtani. Jó, nem lehet, nem ezt, de én ezt akarom meggyújtani. Jó, ez nem fog kijönni. Na mindegy. Ilyen értitek, tudjátok mi ez a mécses, vagy mi az Isten. Ide lesz lerakva, szépen fog világítani. Na jó, ezt most hagyjuk. Ez majd csak elsőjén lesz. És a másik nagy sztorim mi lesz? Na mi lesz? Tök faragás. Tervezek tök faragás. Egy olyan videót. Nem tutoriált, meg semmi ilyesmi. Meg nehogy izé most mindenki, jó, Herbit utánzod már megint. Nem Herbit utánzom, én is gondolhatok ilyenre, hogy tök faragás videó, nem csak Herbi gondolhatja ezt. Hát itt a Halloween, most karácsonykor Herbie megveszi a karácsonyfát, fölveszi a videóba, és én is fölveszem a videóba, és akkor már megint Herbie utánzott. Hát nem, ünnep van gyerekek, karácsony, nem? Mit vegyek föl, izé? Széket. Na. Mindenki ebben van ki, hogy mert hogy Herbie utánzom. És más nem maradhat föl videót magáról. Csak Herbie. Milyen hülyeség már. Egyébként meg elmondanám, hogy Herbie biztos, hogy örül neki, hogy más is rak fel hozzá hasonló videókat. Nem ugyanaz, hasonló. Ugyanis én teljesen más szempontból mutatom be a dolgokat, nem úgy, mint Herbie. Tehát nem utánzom Herbie-t. Most kicsit inkább reklámozom Herbie-t, de nem utánzom. Úgyhogy valamelyik ilyen csicska, 12 éves, oda jön írni a YouTube-ra, hogy mert ez Herbie szerepete, faszopó, ilyen név, no némes, hülye gyerek, fogadok, hogy 12 év alatt van, írni alig tud, akkor ne írjon oda semmit. Ne is nézze meg. Komolyan be fogom vezetni. 12 év alatt nem lehet megnézni a videót. De nem? Hát milyen kis izék vannak már? Nem tudom, ezeknek az anyjuk vagy az apjuk mit lát tőlük? Mit élhet az a gyerek át, hogy ilyeneket ír? Mert oké, megértem. Herbie mondjuk szólna, hogy figyelj te gyerek. Nem ki. Megértem. De még nem szól, és nem is fog szólni, inkább csak röhögni fog egy jó nagyot. Ezzel senki más ne szóljon bele. Ennyi. Egyébként ezt ma egyébként terveztem, és el fogom így mondani. Most ez egy túl dramatizáltam a dolgot. Ez egy kéz egyébként. Van ilyen kiöntő. Tudjátok, ez a kiöntős. Cuc-muc. Ilyen kijöntő. Tudjátok mi ez? Télapos, cuccos, muccos, üzé. Gipsz kijöntő. Egyik most nem jól sikerült. És a keze itt maradt a kezemben. Értitek, miről beszélek, nem? Ennek a télapónak, mert már jól sikerült, a másik nem sikerült jó, és itt a keze. Mindegy. Értitek. Vannak itt angyolok. Szépen ki lesz festve. Szépen ki lesz mindegyik festve. Mint egy csengő darab. Na, úgyhogy ki lesznek ezek festve. Készülök a
a ünnepekre. Úgyhogy. Na, ennyit arról, amit akartam mondani. Nem ilyen jó lett. Még nézzük, hogy... Ja, gyertek velem, mert most van egy jó, nagyon jó ötletem. Hú, várjátok. Igen, van egy nagyon jó ötletem. Azt, hogy nem fog működni, de nem érdekel. Ez a hűtő. Erről beszéltem, most már van hely. Csak ti ugye... És hogy becsukom... Meg fogtok fázni. Sötét lesz, figyeljetek. Ne jegyetek meg azt, hogy sötétben. Hallatszik a hangon? Nem? Na, hideg volt bent? Na, hideg volt. Tudtam én, hogy hideg van be, lesz bent. Van tej! Húha! Na mindegy. Van te és egyébként kóla is van. Na, Jovancsó, ennyi lenne. Majd még jelentkezek. Egy. Ja, igen. Majdnem elfelejtettem. Szombaton ne nagyon várjatok videókat, oké? Okay? Szombatra ne várjatok videókat. Inkább vasárnapra, vagy talán hétfőre. Ugyanis, vagy vasárnap, vagy hétfőn. Tehát vasárnap tuti lesz videó, meg hétfőn is lesz videó. Csak azt nem tudom, hogy pontosan melyik napon csinálom meg a izét, mondjátok már mit. A kirándulós videót akarok csinálni, egy ilyen nagy izé, táj, ilyen kihalt táj, és ott akarok videózni, majd kipróbálom. Lehet, hogy nem lesz, de lesz, csak azt nem tudom, hogy. Vagy mint, vagy még hol, vagy melyik teleken, vagy ki hová megyek, homikor. Na jó van, csó. Túl sok volt a csó, igaz?